Az előbbi videóban mondtam, hogy elmesélem a december 23-ámat, mert ez nagyon szerencsétlen nap volt nekem. Ugye általában a péntek 13 szokott ilyen szerencsétlen nap lenni az embereknél. Hát nálam most a december 23 volt. Ugye ott kezdődött a sztori, hogy sikerült a karácsony ajándékok elkészítését utolsó napra hagynom, illetve az egyik részét. Pedig én mondtam is videóban, hogy ne így csináljátok, mert az nem jó, mert agyfasz lesz, meg ilyenek. De nekem mégis sikerült összehoznom, hogy úgy utolsó pillanatban kell ajándékot csinálnom. És hát annyi volt a sztori, hogy ültem már a szobámba, és csináltam az ajándékokat az asztalnál, ugye itt az ágyamon. És anyám szólt, hogy menjek ki segíteni neki leszedni egy dobozt a kinti beépített szekrényből, ami ilyen magasan van. És mondom, jól van. És keltem fel az ágyamból, ugye kecmelednék ki, és ráálltam a lábamra, és így paf, Lilit kiterül, de egy konkrétan kiterültem. Hát igen, nem vettem észre, hogy el volt zsibbadva a lábam, és ahogy ráálltam, így kicsuklott. Tehát így összecsuklottam, mint egy legóvár, vagy kártyavár, vagy mit tudom én. És mondom, jó, ez így menő. Jó van, eltelik pár másodperc, próbálok megint felállni, és megint összecsuklottam. Jéj, hát nagyon menő voltam, anyám bejött és röhögött, hogy még ezek a hangok. Aztán mondom, jó, ma figyelj, most én nem akarok felállni a székre, mert akkor átzakózok, mint annak a rendje. Úgyhogy egy kicsikét sétálgattam a lakásból, gondoltam, kimegyek a konyhába, és hozok be a deguknak mogyorót. És ahogy mentem ki, és sikerült úgy berognom a falnak a sarkába, hogy letörött az egyik köröm a lábujjamról, ráadásul így jól be is lilult, tehát gyönyörű szép színe lett. Aztán, jó, hát megyek ki. Még nem sírtam a fájdalomtól, de már eléggé közel voltam, hogy felrobbanjak az idegességtől. De nem baj, karácsony szelleme átjár, úgyhogy nem szabad ilyen dolgokat művelni, hogy ki kattanás, meg agyfasz, meg ilyenek. Odaadtam deguknak a kaját, aztán mentem anyámnak segíteni, és leszedtem a dobozt, és ahogy levettem a dobozt, és átadtam neki, úgy fölvágtam vele, hogy akkor átkoppant, szegény, de hát végül is ez nem nekem szerencsétlenség, de szerintem az én szerencsétlenségem miatt történt ez a dolog, úgyhogy vicces volt. Aztán raktam volna fel a dobozt, mert ugye kiszedett belőle pár cuccot, ilyen karacsony díszek voltak benne, és rakni akartam fel a dobozt, és itt valahogy az ujjamnál, itt valahol itt benyúltam egy szögbe, de nem volt olyan vészes, épp csak lehorzsolta a bőrt, és vérzett egy picit, de hát mondom, történhetnék bármi, komolyan nem merek ezután semmit se csinálni a lakáson, mert akármit csinálok, csak rossz lesz. De hát bementem utána a szobámba, ugye éppen a sulkeremjával csináltam a dolgaimat, alkotgattam, és hát persze a sulkerámia sóból van, ezért jól csípte és marta az éppen lehorzsolt kezecskémet. Aztán mondom, jó, ez már tényleg az a teje, szóval már semmi nem történhet, de igen, történt. Ugyanis a nagy ajándékkészítés közben elment az áram. És egy ilyen durva egyórás áramkimaradás volt. Aztán vagy egy óra, vagy háromnegyed óra, már nem emlékszek pontosan. És így az egész sorba, tehát utcában, ugye a szembe lévő házban se volt áram. Ugye láttam, hogy mindenkit világított lámpákkal, meg mindenhol ilyen maximum ilyen gyertyafény, meg ilyenek. Úgyhogy ez egy eléggé hátráltatott engem az ajándékkészítésbe. Úgyhogy hajnalig csináltam a dolgaimat megint. Úgyhogy ezért nem is aludtam karácsonykor túl sokat. És szerencsére ez már így maximum a teteje volt az én szerencsétlenségemnek, mert ezután már minden ment a normális kerékvágásba. Leszámítva, hogy nem láttam a télbratyónak a végét az áramkimaradás miatt, mert ugye ilyen karácsonykor szeretek így tévézgetni és nézni a karácsonyi műsorokat. Úgyhogy az így most elmaradt. De utána még volt valami karácsonyi film, már nem tudom mi. Na hát, hogy nagyjából ennyi.
Maximum azzal tetézhetném ezt még, hogy egész karácsony alatt nem volt semmi normális karácsonyi tévébe film, amit is sajnálok, mert tök jók szoktak lenni. Most meg egy normális kicsit találtam, úgyhogy wow. Na, hát ennyi volt az én szerencsétlen december 23-ám. Úgyhogy ennyi. Remélem, hogy nem lesz ilyen szerencsétlen a következő karácsonyi készülődésetek. Na mindegy, ennyi voltam most. Sziasztok!